Sziasztok, én Kóródi Csaba vagyok, és tudjátok biztos, hogy a csatornámra sokszor kerülnek fel olyan tartalmak, amelyek a magyar foci válogatottról szólnak. Ez sem lesz másképp szombaton, mert megyek a Németország elleni mérkőzésre, és hogyha szeretnétek tartalmakat látni ezzel kapcsolatosan, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra, mert mérkőzés közben és után is fogok videókat feltölteni. Igaz, hogy még hétfő van, és csak szombaton lesz a németek elleni meccs, és holnap jön még egy Olaszország elleni mérkőzés, viszont én azért szerettem volna már ezt a videót még most megcsinálni, hogy remélhetőleg minél többen nézitek meg, és ezzel is inspirálok majd titeket, hogy gyertek ki a Puskásba, szurkoljunk együtt a németek ellen. Pár mondatban szeretném összefoglalni, hogy szerintem miért érdemes kijönni a szombati mérkőzésre. Amit láthattunk az angolok ellen, arra azt tudom mondani, hogy egyszerűen, mintha nem is a magyar válogatott játszott volna az angolok ellen. Az első 60 perc az olyan volt, mintha tényleg egy teljesen más válogatott futott volna ki a fűre. Nem ijedtünk meg az angoloktól, felvettük azt a keménységet, amit ők képviselnek, és tényleg azt lehet mondani, hogy ugyanabban a ritmusban fociztunk, sőt, még talán azt lehet mondani, hogy jobbak is voltunk, mint az angolok. Igaz, hogy nem a teljes kerettel álltak ki a mérkőzésre, ezt nem semmit nem von le a mérkőzés értékéből és a végkimeneteléből, hogy megvertük az angol válogatottat. Az első 60 percben úgy küzdöttek a srácok, ahogy kell, és ahogy illik is. Tényleg az a 30-35 ezer gyerek olyan légkört teremtett, a tévén keresztül is átjött amúgy ez, mint hogyha egy 12. játékos lenne a pályán. Utána a 66. percben megszereztük a vezetés Szoboszlai révén, és utána nagyon elkezdett nyomni az angol csapat, mi is egy picit beálltunk védekezni, bár ez szerintem teljesen normális ebben a helyzetben, mert tényleg az angol támadóknak köszönhetően elég nagy nyomás volt a magyar csapaton. Ettől függetlenül még arra is volt lehetőségünk, hogy 2-0-ra mi nyerjük meg a végét, de ne legyünk tehetetlenek. Tényleg az 1-0-as végeredmény fantasztikus eredmény a magyar csapat számára, és ebből kifolyólag én bármi is lesz az Olaszország elleni mérkőzésnek a végeredménye, csak azt tudom mondani, hogy szombaton mindenki a Puskásba. Tényleg, hogyha egy ilyen meccset tudnak lehozni a srácok, mint az angolok ellen, akkor nagyon nagy élményben lesz részünk. Ahogy néztem az MLS honlapján, lehet még mérkőzésre vásárolni jegyeket, viszont ezek a legfelső részekben elérhetőek már csak. Ugye az első pár napban elkapkodta mindenki a lentebbi jegyeket. Amikor én vásároltam, akkor még mindenhova lehetett igazából venni a B közepen kívül. Úgyhogy ha megbízható forrásból szeretnétek vásárolni jegyet, és szeretnétek megnézni a mérkőzést, akkor az MLS honlapját ajánlom. Viszont, hogyha nektek ez nem felel meg, és mégis szeretnétek a pálya közeléből vagy széléről megnézni a meccset, akkor van lehetőség egy Facebook csoportba belépni, ami nem egy hivatalos oldal, hanem a szurkolók nyitották meg ezt a Facebook csoportot, amelynek a linkjét majd beteszem a leírásba. Én, ahogy nézem, elég megbízható a csoport, többen is szoktak itt jegyet vásárolni, abból fakadóan, hogy valakinek valami közbeütés nem tud elmenni a mérkőzésre, úgyhogy felelősséget nem tudok maga a csoportért sem vállalni, azért sem, hogy mit vesztek és mit adtok el, viszont ez egy baráti jó tanács, hogy esetleg itt találhattok olyan jegyet, ami számotokra megfelelő. És akkor utoljára szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha szeretnétek hasonló videókat látni, amit eddig láthattatok a csatornámon, akár az angolok, akár az andorrai meccsről, vagy akár még az EB-n is készítettem a franciák elleni meccsen, több olyan tartalmat, amit sok-sok ezren néztetek meg. Ugyanezekre a tartalmakra lehet most számítani majd a mérkőzés alatt és után is, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozzunk szombaton a mérkőzésen. Sziasztok! Is, és tökéletes büntető volt, Pickford pedig eltalálta az irányt. Eltalálta...